Megtelt a nagy boldogasszony római katolikus plébánia templom pünkösd vasárnap Bálta-széken. Ez az ünnep kiemelten fontos a magyarországi németség számára, mondja Kardos Gábor, a Bálta-széki Német Nemzetiségi Egyesület elnöke. A pünkösdi szent mise felajánlási szándéka ilyenkor a Bálta-széken élő németekért történik. Az egyesület elnöke azt is elmondta, hogy sajnos idén sem rendezik meg a hagyományos rétes fesztivált. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder. Ilyenkor tartjuk a Szent Mise után a hagyományos pünkösdi rétes fesztiválunkat itt Bálta-széken, ami évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre több embert vonz. Ugye a boldog békeidőkben, a pandémia idején sajnos ezt nem tudjuk megrendezni. Ilyenkor pünkösd vasárnapján Bálta-széken délelőtt 10 órakor kezdődő Szent Mise felajánlási szándéka a Bálta-széken élő németekért és családtagjaikért van. Nagy öröm számunkra, hogy ilyenkor elénekelhetjük a templomunkban a magyarországi németek himnuszát is, ami egy igen emelkedett pillanat a Szent Misének. Aztán délután 2 órakor kezdeti kezdetét a piac téren a rétes fesztivál. Ilyenkor a felállított színpadon különböző hagyományőrző csoportok mutatják be az ő tudományukat, tánccsoportok és fúvós zenekarok. Tolnából, Baranyából, Bácskából érkeznének a fellépők normál esetben. Kiemelten szeretném megemlíteni a számunkra egyik legkedvesebb csoportot, a Heimat tánccsoportot és a Bálta-széki ifjúsági fúvós zenekart, akik ilyenkor szórakoztatják a publikumot, közönséget, és hát nyilván minden kedves vendégünket szeretettel szoktuk várni, akik sajnos most már nagyon régóta nem próbálhattak. Tehát ez a csoportok életében egy borzasztó hosszú kiesés, és ez gondot jelent az efféle rendezvények lebonyolításába, szervezésébe, hiszen ezt már a hónapra, már csak e véget sem lehet megrendezni. Azonban ezen az eseményen a főszerep természetesen nem másé, mint a rétesé. Ezt valamikor a tájházban kezdték az elődeink. Nagyon gyorsan kinőtte magát a rendezvény, és muszáj volt egy nagyobb színhelyet találni, illetve hát a településen élő egyéb népcsoportokat is be kellett vonni a készítésbe. És most már az utóbbi években rétes házaknak kellett a segítségét kérni, hogy elegendő mennyiségű rétest tudjunk kínálni az ide látogatóknak. Tervezzük, hogy ezt a fesztivált, ami most sajnos kénytelen kellett, de el kellett, hogy maradjon, az ősszel, ha kisebb mértékben is, kisebb léptékben is, de megpróbáljuk megvalósítani. Illetve hát jelenleg Bálta-széken a Német Egyesület és a Német Önkormányzat számára a legfontosabb feladat a német házunk felújítása, rendbetétele és minél előbbi használatba adása a nemzetiség számára.